Katyika meg Matyika. Előadja kisdamunkos Márk. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal pár. Az asszonyt Katyikának, a férfiút meg Matyikának hívták. Matyi minden nap kiárt az erdőre fát vágni, Katyi pedig hembergőzött az ágyban. Az egyik nap Matyi meghagyogatott Katyinak. Édes katyikám, mire hazajövök, főzzél valami jó délebédet. Itóka este legyen ám. Jó van, matyikám, lesz az est, csak menj már. Azzal Matyi elment, Katyi meg visszafeküdt az ágyba. Egyszer Katyi hallja ám, hogy harangozzák a delet, kiszökött az ágyból, leakasztott egy szál kolbászt, és feltette sülni. Mikor a kolbásztak már a szagja ment, eszibe jutott, hogy Matyikája azt mondotta, itóka este legyen ám. Megy el le Katya a pincébe, a hordónak a csapját megnyitotta, és kezdé tölteni a bort. Igen, de Katyinak eszébe jutott, hogy ő bizza a konyhának az ajtaját nyitva felejtette. Megyen fel Katya a pincéből, és hát a kutya már futott a kolbásza. Katyinak se kellett több. Lekapta a laska sűrítőt, és nosza neki, utána elett. Futott, futott, ahogy a lábai vitték, de hát a kutya gyorsabb volt. Elfutott a kolbászba. Kati meg nagy dúzogva visszaballagott a házba. Megy le Kati a pincébe, és hát már térdig lehetett járni a borban, mert ő biza a hordónak a csapját nyitva felejtette. Gondolkodott, gondolkodott erőst, és akkor észrevette, hogy az oldal kamarában van három zsák liszt. A zsákoknak a száját megnyitotta, és kezdi beletölteni a borba, és mondja, állj meg bor, van még liszt! Akkor a másodikkal is berétült és mondja: Hadd de, bor, van még liszt! Na, sokat felibott a két zsák liszt, de még tocsogós maradott, akkor a harmadikkal is berétült és mondta: állj meg, bor, van még liszt! Na, ezzel is meg volt. És kezdte gyönyörködni, hogy jaj, beszél fejre a hogy fog neki örülni, matyikája! Na, csattant a kapu, jöjj haza, matyi, fújt elejébe, katyi. Édes matyikám, megjöttél? Hát hogy dolgoztál? Hát én igen, s te főztél -e valami jó délebédet? Én igen, mondta Katyi. Akkor add el be, mert olyan éhes vagyok, mint egy farkas. Matyika, nincsen ebéd, mert amíg a boré lejártam a pincébe, a kutya elszaladt a kolbászval. Ej, Katyi, te Katyi, megéled a pénzedet, hát mindent elherdálsz. Na, add el be a bort. Matika. Nincsen bor. Mert amíg a kutyát kergettem, a bor mind kifolyt a pince Megy el le Matyi a pincébe, és látja, hogy milyen szép fehér a pinceföldje. – Rosszat sejtett. Kérdi Kati. Te Kati. Aztán miért ilyen fehér a pinceföldje? – Ugye, beszép, Matyikám. Az oldalkamarában volt három zsák liszt. Azt belé töltöttem. Ej, Katyi, te Katyi, megéred a pénzedet. Hát mindent elherdász. De hadd el, én minden mozdíthatót a házban eladok. Így is tett. Matyi minden mozdíthatót a házban eladott, a pénzt, amit értük kapott, beletette egy fazékba. most mondta Katyina. Te, Katyi, ezt a pénzt én most elásom ide az istáló küszöbé alá. De te nehezzá nem mer nyúlni ez a sárga pénzhez, mert én a kezeidet mind letöröm. Jól van, Matyikám, majd hát dehogy nyúlok hezzá, az Isten értse. Másnap Matyi megint kiment az erdőre fát vágni, Katyi pedig szokás szerint hempergődzött az ágyban. Egyszer Katyi hallja ám, hogy az utcán rikoltoznak. Asszonyok, lányok, tányért vegyenek, csiprot vegyenek! Na Katyi kiszökött az ágyból, sondolyosan, pendélyesen, ahogy volt ki az utcára, s látja ám, hogy egy fazekas árulja portékáit. Oda megy hozzá, és kérdi. Bácsi, sárga pénzért adna-e? Adok víz, én édes lányom, csak hozz ide. Bácsi, én ahhoz nem nyúlhatok hezzá. Mert matyikám azt mondotta, hogy ha hezzá nyúlunk, akkor a kezeimet mind letöri. De tudja mit? Én megmutatom magának, hogy hol van, majd kent kiveszi. Na. Úgy is tett, oda vezette a fazekast az istálóhoz. Mikor azt kiásta, kérdi Katyi. Bácsi, ezért a sok pénzért nekem mennyi edényt adna? adom neked, édes lányom, az összeset. Még a szekeret is, csak a lovat viszem el. Azzal beúzták a szekeret az udvarra, a fazekas pedig elvágtatott a pénzvel. Katyi kezdé rakni először a tányérokat a konyha falára. Már mindent felrakta, epe csak egy kicsike maradott. Ekkor rákiabált a tányérokra. Adjatok helyet ennek a kicsikénekes! Várakozott, várakozott. Hát a tányérok nem mozdultak. Ne haragítsatok meg, adjatok helyet ennek a kicsikénekes, mert csúfvilág lesz. Várakozott, várakozott, de a tányérok csak nem mozdultak. Akkor lekapta a laska sűrítő, és az összes tányért mind leverte a falról. A picikét meg felvigyeztette. Na, ezzel es meg volt, hogy jöttek a fazekak. Katyéknál karóba volt a kerítés, de igen ritkán volt rakva, így hát nagyon sok fazek megmaradott. Gondolkodott, gondolkodott erőst, és eszibe jutott, hogy ha a fazekaknak az alját kiüti, úgy egy karóba hármat is tud húzni. Na, így is tehát ezeres meg volt, jöjj haza, Matyi. Már messziről látja, hogy a kerítés csak úgy roskadozik a sok fazektól. Rosszat sejtett. Kérdi Katyitól. Te, Katyi, aztán honnan ez a sok fazek? Ugye, veszép, Matyikám, ha vettem, mivel vetted? A sárga pénzvel. Én nem megmondtam, hogy hezzan ne nyúj. Én nem megmondtam, hogy a kezeidet mind letöröm. – Matyikám, hát nem is én nyúltam hezzá. – Hát akkor ki? Hát – A fazekas. – Az meg honnan tudta, hogy hol van? – Hát én megmutattam neki. – Ej, Kacsi, te Kacsi, megéred a pénzedet, hát mindent elherdálsz. – Na, pakolj a gyerünk, megyünk a fazekas után. Katyi a tarisznyába tett kenyeret, vajat, meg három kerek sajtocskát. Azzal megindultak a fazekas után. Előment Matyi, hátul pedig kagyi. Eső után volt az idő, az út meg volt repedezve. Kagyi megsajnálatos mondta. Szegény út, mekkora sebek vannak rajtad, de hadd el, mert Katyika meggyógyíts, azzal fogta, és az összes vajat mind felkente az útrepedéseibe. repedéseibe. Ahogy így kenegette az utat, az egyik kerek sajtoska kigurult a tarisznyából. Katyi utána kiáltott, gyere vissza! Várakozott, várakozott, de hát a sajt nem jött vissza. Akkor fogta, és a második kerek sajtocskát utána dobta. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza, siessetek, hát vár ingemet, matyikám. Várakozott, várakozott, de a sajtok csak nem jöttek vissza. Akkor a harmadik kerek sajtocskát is utána dobta. Mondd meg nekik, hogy jöjjenek, én már tovább nem várhatok, vár ingemet, matyikám. És azzal megindult matyikája után. Matyik? Az erdő szélén vártas, kezdett szitkozódni. Hó, pihentél ilyen sokáig, asszony, hát meddig várjak rád? Na, adj ennem, olyan éhes vagyok, mint a farkas. Katyi odaadta Matyinek a kenyeret, Matyi kezdett Hát kutya vagyok én, hogy kenyeret legyen magába. Hoztam én vajates, csak azon a szegény úton akkora sebek voltak. A sajtótnak meg mindjárt kell jönniük, béjestek a sáncba. Ej, hey, Katyi, te Kati, megéred a pénzedet, hát mindent elherdálsz. Aztán volt-e gondod az ajtóra? Matyika, miért nem mondtad, hogy legyen gondom az ajtóra? Katyi, ebben a minutumban térülj meg. Legyen gondod az ajtóra, mert minden hazaérünk, mind a négy szegit ellopják a háznak. Hozzá valami ételt, csitartes? Katyi hazament, a tarisznyába tett makkot, egy üveg és kifele menett, leakasztotta az ajtót a szegéről, felrakta a fejére, és indult Matyikája után. Mikor Matyi meglátta Katyit a fején az ajtóval, majd hanyat vágta magát, kérdi Katyitól, de Katyi, aztán minek hoztad magadról ezt az ajtót? Matyikám, ha hát nem te mondtad, hogy legyen gondom az ajtóra, mert mire hazaérünk, mind a négy szegét ellopják a háznak. Ej, Katyi, te Katyi, megéred a pénzet, Hát, na, adj nem. Katyi odaadja Matyinak a makkot. Matyi kezd szitkozódni. Hát disznó vagyok én, hogy makkot legyem? Na, adj innom. Matyi kikapja Katyi kezéből az üveget, jó meghúzza, és kezdett köbdösödni. Tej, tej, ez átvet! Már ott tartott, hogy megveri az asszonyát. De ekkor hangokat hallottak. Azt mondja Matyika nak De Katyi, hágjunk fel egy fára. Ilyenkor az erdőben nem járnak tisztességes emberek. Úgy is tettek. Matyi könnyedén felment a fatetejére. Katyinak már nehezebb volt egyik kezében a tarisznya, másikban az üvegecet, fején az ajtó volt, de azért ő is feltusakodott. Ahogy elhelyezkedtek, éppen az alá a falá fa tizenkét rabló heveredett rablásból jöttek. Igen, el voltak fáradva, mert biza rablás, az nehez mesterség. Középre hányták a kincseket, és elaludtak. Egyszer Katyi kezdett nyöszörögni. Jaj, Matyikám, olyan nehez ez a tarisznya. Én mindjárt levetem. Tartsad, Katyi, hogy elhoztad, mert itt halunk meg, azzal a tarisznya, leesett fennek a fa ágán, a makmin kipotyogott belőle, pont rá egy vén rabló fejére. Az megébredett, és mondta. Az idén korán ősz lett. Lám, a mak mind lehúlt a fáról. Megfordult, és aludt tovább. Egy kicsi idő múlva katynak kezdte húzni a kezét az üveg. Kezdett nyüglődni. Jaj, magyiká, olyan nehez ez az, az üveg, én mindjárt levetem tartsad, katya, elhoztad, mert itt halunk meg. Azzal zsupsz, az üveg leesett, fennakadt a fa egyik ágán, a dugó kiment belőle, és az ecet mind ráfolyt egy fiatal rabló fejére. A rabló megébredett, és mondta, most feküdtünk le, és mindjárt itt a reggel. Lám, a harmad mind lehúlt a fáról. Megfordult az es, és aludt tovább. Egy kicsi idő múlva katyinak nyomni a fejét az ajtó. Kezdett nyüglődni. Jaj, matyikám, ha oh, nehez ez az ajtó, én mindjárt levetem. Tartsod, Katya, az Isten hírt, ha elhoztad, mert itt halunk meg. Azzal zsupsz az ajtó leesett, a rablók felébredtek. Ördög, ördög, rikoltoztak, és tizenketten, tizenhárom felé futottak, úgy megijedtek. A kincseket, amit összeraboltak, mind ott hagyták. Akkor Katyika meg Matyika lemásztak a fáról, összeszedték a kincseket, és hazamentek. Ekkor Matyika meghagyogatott Katyinak. Édes katyikám, az Isten visszarenderé, amit elherzáltál. De nekem nehogy ezt is kihányd az ablakon, mert én nem tudom, hogy mit csinálok vélet. Jól van, matyikám, de hogy hányom ki az ablakon, az Isten értse. Gyerekek, menjetek arra ti is. Katyika, azóta is két kézzel hanyigálja ki a sok kincseket az ajtó. Hát, ha jött nektek Boldog karácsony kíván a déli Népprogram.